Napirend előtti felszólalásában igyekezett megnyugtatni a közgyűlésre érkezett kiskertbérlőket Hende Csaba miniszter országgyűlési képviselő. Elmondta, hogy a november 13-ai kormányülés elé kerül a földtörvény módosítására vonatkozó javaslat, ezután még az országgyűlés őszi ülésszaka dönthet arról. A baloldali összefogás képviselői később arra tettek javaslatot, hogy a földhasználati jogosultság meghosszabbításáról a rendes ülésen tárgyaljon a közgyűlés, erről azonban nemmel szavazott a képviselők többsége. Az ülésen Puskás Tivadar polgármester bejelentette, hogy Illés Károly és Kocka Tibor képviselők megszüntették a munkájukból adódó összeférhetetlenségüket. A közgyűlés tagjai az első napirendi pont alapján a szervezeti és működési szabályzatot módosították. Három állandó bizottság jön létre. A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság Lendvai Ferenc, az Oktatási és Szociális Bizottság Rettegi Attila, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága pedig Takácsné Tenki Mária vezetésével. Ezek kibővített hatáskörökkel működnek majd. Az Egészségügyi Szakmai Bizottságot Kecskés László, a bűnmegelőzését Ág Ernő irányítja. A szünet előtt titkos szavazással megválasztották az alpolgármestereket is. Illés Károly, Kocka Tibor és Molnár Miklós viselheti ezt a tisztséget. Illés Károly lesz a városfejlesztésért és üzemeltetésért, a cégfelügyeletért és a közbeszerzésekért felelős. Kocka Tibor a kultúráért, az oktatásért, a sportért, a szociális területért, illetőleg ezen ágazatokban tevékenykedő önkormányzati cégekért, míg Molnár Miklós a költségvetésért, a pénzügyekért, illetve a SZOVA, a TÁFÖ, a SZOMHUL és a mehatronikai központ tevékenységéért felelős városvezető. Lendvai Ferenc tanácsnokként az oktatási és informatikai, a társadalmi és külkapcsolatokkal összefüggő feladatokkal foglalkozik majd. Az előző közgyűlés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeinek megvitatása előtt a bizottságok tagjai is esküdtettek a Városházán.